Nyilván nagyon örülök, hogy tovább jutottunk, és hogy a Magyar Kupa Final Four-ba ott leszünk. Azért hozzáteszem, hogy az első fél időben nyújtott teljesítményünk az nagyon-nagyon szokatlan volt. Itt elsősorban a kapott gólok számát. Nem mintha a dobott gólok számával elégedett lennék, de ha dobunk ennyi gólt, illetve kihagyunk ennyi gólt, akkor bizony-bizony problémánk lesz máskor. És természetesen nem az MTK teljesítményéből von ez le bármit is. Nagyon keveset ütköztünk az első fél időben, nem azon a szinten játszottunk, és főleg nem koncentráltunk, ahogy mi tudunk. A második fél időben az már egy fokkal jobb volt. A támadó játékunkban ma talán a kihagyott, azt hiszem 21 zicserünk ellenére kevesebb volt a hiba, mint a védekezésünkben. Ez is nagyon meglepő. De azt gondolom, hogy el kell fogadnunk, hogy nem tudunk mindig hibátlanul játszani. Ma egy ilyen napunk volt, folytatjuk tovább, és a hétvégén a Székesfehérváron magyar bajnokira koncentrálunk. Nagyon sűrű a menetrendünk, mint egyébként mindenkinek, úgyhogy előfordulnak ilyen napok is. Sok sikert szeretnék kívánni az MTK-nak a magyar bajnokságba.